Ugye egy csipeszkét teszek bele a nózidba, nagyon óvatosan, jó? Fogok szólni, most még csak belerögzítem. Ne félj, semmi baj nincs. Így jó, szuper, jó? Most ezt szépen megfogom, nagyon jó. Figyelj, csukd be szemed szerintem, de mondok mindent, jó? Tehát nem csaplak be, oké? Okay? Jó. Szívd be a levegőt, kérlek, szívd be, és fújd ki, fújd. Készen vagy, nagyon ügyes voltál, szuper. Jó, levágom a branőlnek a végét, ez az öletbe fog esni. Ettől ne jegyem. Elveszem a csipeszt, jó, a nózittól. A nehezén már túl vagy, nyisd ki nyugodtan, hello. Adok egy zsepit, mert nézd csak a szememből. Gyere, törölköz, lazíts le. Nyugodtan, ha úgy érzed, nagyon szépen ki vagy sminkelve, akkor törölgesd meg. Oké, okay, minden oké? Okay? Kicsit tágítok a brandival. Jó. Akkor most fogom átvezetni a nózidon a patkót. Jó. Ez már nem rossz, ne félj. A szóráson a nehezén már túl vagy, jó? Mindjárt megfogom. Így. Most ne haragudj. Kész is vagy. Meg is hagyom. Minden oké? Okay? Igen. Gyere. Azért kérlek meg, hogy tarts nekem majd ide egy tálcát. Segítség. Egy, köszönöm szépen, ezt ő már megtudja. Nehogy kiesen a kis golyó a kezemből. Jó? Aha, légy szíves, mert köszönöm. Most már túl van a nehezén, úgyhogy elengedhető. Jó, semmi más nem csinálok, csak rácsavarintom a kis golyót. És akkor közben meg is beszéljük az utókezelést, jó? Én tetránkrémet szoktam javasolni ide naponta többször egy fültisztító pálca segítségével. Legyél kedves majd a lyukaknak a környékét, picit áttörőlek, mert ez egy nagyon kicsit szivárú, de ne ijedj meg tőle. Szóval nagyon. Minden oké, de majd csak maradj nyugodtan. Megtöröljetem a nózidat, és mindjárt adok neked tükröt is meg tudod nézni, jó? Jó, rendben. Azt kérem is, igen, hogy hadd lássa. Tessék. Nagyon tessék. Tetszik? Igen. Jó, nem? Kicsit megtudom, jó? Ne haragudj. Lehet ilyen nosztalgikus érzés, amikor az anyukát törögettem az oldal. Jó, viccet félretéve. Szóval minden nap kérlek, egy fültisztítóra tegyél rá egy kis tetránkrémet. Belenézel a tükörbe. Nézd bele a tükörbe. A medfáj. És ott is, tehát ahol megszúrtalak, mind a két irányból kenegesd be a lyukaknak a környékét, jó? Tetránkrémmel. Ez nagyon fontos, hogy rendesen legyen kezelve. Jó. Ezt egy hónapig kitartóan tessék csinálni, és ha bármi gond van, akkor pedig szólni, és fogok neked segíteni, jó? Beigazítom, hogy egyenesen álljon, jó? Így. Aztán tudod, ha ezt akarod, éppen el is tüntetheted. Igen, hogy ez már most tehetsz vagy. De. Valamint, hogy nem most. Lebuktál. Nem, hogy ez hanem, hogy már holnap. Figyelj, én azt gondolom, hogy azért az érintése még biztos, hogy érzékeny. Hát nyilván, ha nem fáj, megteheted. De előtte krémezd be, mert sokkal könnyebben fel tudod fordítani. Mert ha nincs bekrémezve, szárazon feltolni egy viszonylag frissen szúrt ékszert, annyira nem kellemes. Nem tudják vasszalni. Azért. Igen, az nagyon fontos, azt meg nem szeretném, hogyha ebből probléma lenne. Igen, de egyébként persze fel lehet majd csak krémezve, jó? Jó. Oké, köszönöm szépen. Köszönöm.